Nagy a forgalom a Magyar Tudományos Akadémia Energia Tudományi Kutatóközpontjának bejáratánál. Ezen a Csillebérci telephelyen van a kutatóreaktor is, ahol a bonyolult magfizikai kísérletek mellett előállítanak az egészségügyben és az iparban is használható rádióaktív izotópokat is. Több százan dolgoznak az intézetben, és az atomreaktort nem csak magyarok használják. Időnként az Európai Unió is bérli a létesítményt az uniós kutatók részére. A reaktorban 222 fűte ellen van, amelyeket egy orosz cégtől vásárolnak, de az elemek ára 15 év alatt 20-szorosára nőtt, így 3,7 milliárd forint kellene ahhoz, hogy lecseréljék az üzemanyagcellákat. Az intézménynek ennyi pénze nincs, most a kormánytól várnak segítséget. Kerestük az intézmény vezetőit, de nyilatkozni nem akartak. Ez a műszaki egyetem reaktora szintén Budapesten, ők is ugyanattól az orosz cégtől vásárolják a fűtőelemeket, de ez a reaktor jóval kisebb, így még tíz évig elég az üzemanyaguk. A két intézmény összeállított egy tanulmányt a létesítmények további működtetésének nemzetgazdasági előnyeiről, így próbálják meggyőzni a döntéshozókat. A demokratikus koalíció szerint elő kell teremtenie a pénzt a kormánynak. Ez az összeg nagyjából a Felcsúti stadion árával megegyező. Azt gondoljuk, hogy a kormánynak kutya kötelessége biztosítani a kutatás szabadságát és a kutatás anyagi feltételeit. Kerestük a kormányt és az illetékes minisztériumokat, hogy megtudjuk, lesz-e pénz a fűtőelemekre. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium azt válaszolta, hogy haladéktalanul felveszik a kapcsolatot a kutatóközpont főigazgatójával, hogy megvizsgálhassák, tudnak-e segíteni. A kutatóreaktor 1959 óta működik itt 2023-ig van engedélyük, de ha nem kapnak pénzt, lehet, hogy 2019-ben be kell zárni a létesítményt. Lújgis Tamás, RTL Híradó, Budapest.